Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondott a tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanis az is, aki 2 kapott, másik 2 szerzett. Az pedig, aki csak 1 kapott, elment, ásott egy gödröt, elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nékem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt: Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömében. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt: Uram, 2 talentumot adtál nékem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt: Jól van, derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, így szólt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahol nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszadom neked. Válaszol az úr, ezt mondta neki: Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahova nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahova nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adott, hogyha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi per evangelica dicta. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr Jézus példabeszédei, hogy a múlt vasárnap is észrevettük, mind Isten országáról szólnak, még akkor is, hogyha ezt külön nem mondja. Tehát elsősorban nekünk szólnak, akik tudjuk, hogy mi az Isten országa, hogy az élet kapcsolat az Atya Istennel, Jézus Krisztus által a Szentlélekben, hogy az isteni természet részesei lettünk, tehát egy egészen új világba vagyunk fölemelve, és ezért bennünk és köztünk van az Isten országa. Ez a Krisztusban hívőknek szól ez a példabeszéd. De a nem hívők is állandóan alkalmazzák a tehetségre. Ugye talentumodat kamatoztas, hát zenei tehetségedben, akkor gyakorolj, stb. Azért nem erről szól, többről van szó. Először is tudatosítani kell, hogy az 5, 2 és 1 talentumot nyert szolga között nincs rangsor. Mögötte a lényegben mindenki egyetlen. Tehát van olyan bevezető az evangéliumhoz, hogy nem értenénk meg. Az Isten beszél itt, és emberi nyelven, és tudni kell azt, hogy itt most szétrobban az emberi nyelv. Az Úr itt a Teremtő Isten, a szolga, az ember a teremtmény. És amikor én a Teremtő előtt állok, akkor ott nincs összehasonlítás másokkal. Ott egyetlen vagyok. Nem élek mások árnyékába. Ott belül egyetlen és első vagyok. Ezért egy felületesebb szinten nyugodtan ott maradok, ahova az élet sorolt. Ha ez nincs bennünk, akkor sérülünk. Ennek felismerése csak a Jézus Krisztusba vetett hitben lehetséges. De azért van egy emberi tapasztalat is. Testvérek, az evangéliumban a matematika nem érvényes. Egyszer a nagymama mondta, hogy kisfiam, bármelyik ujjamat vágom, meg egyformán fáj. Ezzel azt fejezte ki, hogy az mindegyikünket egyetlenként szeret. Igen, mind ugyanazon feltétlen szeretet sugárzásban élünk. De testvérek, ezt csak a mély imádságban tudjuk fogni. Nem az, hogy mondok imádságokat, az kell, hanem minden nap. Azt mondja Rózsé Sűcs, a tezői közösségnek az alapítója. Sok imádságuk van, és azt mondja, testvér, minden nap legyen egy másodperced legalább, amikor újjászületsz a személyes imádságban. Ez az emberi élet lényege. Amikor odaállsz Isten elé, akkor egyetlen vagy. Ha kisebbségi komplexusod van, lehet, hogy sérültél a családban, de csak így gyógyulhat. Nagy lecke ez. Tessék úgy nézni magadra, hogy Istennek egyetlen vagy. És akkor lehetsz bárhol. A szenteknek nem voltak szorongásaik. Párzám Szent Konrád, aki 40 évig volt, a kapucinus testvér, laikus testvér, nem pap. Portás. Micsoda forró imádságokba töltött éjszakákat. 40 évig egyszer sem hiányzott. Ez a szentség jele. És ott volt az Alexius celle, egy ilyen kis falba bevágott kis nyomorék cella, ahol rá lehetett látni a szentségre. És ő ott volt, amikor ráért. Én nem hiszem, hogy Isten előtt másodiknak tartotta volna magát a házfőnökkel, vagy a római pápával szembe. Ez egy szerep, amit betöltünk. Igen. Egy lisieux-i Szent Teréz, aki sekrestés volt, nem hiszem, hogy úgy tudta, hogy az egyházmegye püspöke, vagy az előjáró nővér, az az első, meg a második. Ott nincs első és második. Nincs matematika. Ha idáig nem ásunk le minden nap, akkor megőrülhetünk, torzulhatunk. És úgy kell nekünk. Nekünk, akik ismerjük az Isten országát, ahol megbukott a matematika, mert a szeretetben is már megbukott a matematika. Ha abból a személyes mélységből jövök föl minden nap oda, ahova az élet helyezett, a portára, vagy a püspöki székbe, vagy az utca söprésébe, vagy a polgármesteri hivatalba, akkor ez egy másodlagos dolog. Egyetlen vagyok Isten szemében. A ránk bízott talentumok nagysága nem jelenti Isten szeretetének a nagyságát. Lisieux-i Szent Teréz megkérdezte egyszer édesapját, akit azóta már szentté avattak, meg az anyját is, hogy papa, az égbe hogy lesz? Hát ott is vannak nagyobb, meg kisebb szentek. Lehet, hogy nyári idő volt, amikor szomjaztak. Hozd ide csak a kis poharadat. Teleöntötte. Szóval az ő nagy poharát is teleöntötte vízzel. Így add meg. Szomjas vagy? Még nem. Most már én se. Látod, én mekkora pohárral ittam, te meg kis pohárral. Ez a teljesség. Eszébe se jut, hogy irigykedjék. A két talentumos ugyanúgy totálisan, teljesen megkapta magáét, mint az 5 talentumos, és mint az 1 talentumos is. Itt nem a számok vannak, hanem valami teljesség szétfeszíti a számok világát. Ugyanúgy, mint az a példabeszéd, hogy egyiket meghívta reggel a szöllőjébe a gazda, másikat aztán délben, másikat 1 órával a munka előtt. És mindegyik ugyanazt kapta. Hát hol itt az igazság? Bocsánat, hát ez példa. Mi az, amit adott neki? Önmagát. Isten nem tud mást adni. És ő teljes. Nem tud kevesebbet, meg többet adni ezen a szinten. És mindenki úgy fogadja be, hogy csak tudja. Testvérek, ott belül nincs rangsor. Nem érted akkor meg a példabeszédet igazába. Igen, ez az egyik. Így kell közelíteni a példabeszédbe. De hogy valójában mit is jelentenek a talentumok, hát sok mindent mondunk, a tehetség, a képességek, mit tudom én mi, hát lehet, hogy ezt is jelenti, de igazából rájöttem, hogy a gonosz és a lusta szolga szájából tudjuk meg, hogy mi a talentum. Tehát az Úr Jézus néha nagyon odafigyel ám a gonoszokra, még példának is említi, a szélhámos intézőt. Hú, de ügyes a gazdaságügyekben, csallop, és amikor elbocsátják, akkor megvan megint mindene. Azt mondja, ti meg olyan ügyetlenek vagytok. Nem használjátok ki a lehetőséget, hogy beteg vagyok, most a szenvedő Krisztussal vagyok együtt. Most mennyegzőn van, most Kánában vagyok vele. Most egészséges vagyok, most vele dolgozom. Nem, nekünk minden helyzet rossz. Érdekes, a szélhámosnak minden helyzet jó. A gazdasági világválság, és abból is jól hoz ki, hogy okosabbak a maguk nemébe. De hozzátok képest nyilván egy hamis helyzetben van. És mit mond ez a gonosz és lusta szolga? Figyelj csak! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahol nem ültettél. Ez az ember gonoszságában is kimondja az igazságot. Oda kell figyelni néha a gonoszok reakcióira. Tehát a példabeszéd lényegi megértés ezen kijelentés kör nélkül lehetetlen. És ezért is gonosz a szolga, mert ő érti, hogy mit jelentenek a talentumok. Tehát nagyon érdekes. Ez a harmadik szolga, a színpadon is van, de lent is van. Ez egy gonosz keresztény, aki megértette a talentumokról szóló példabeszédet, hogy a talentum az nem pénzt jelent, nem ezüstöt jelent, hanem nem élettelen dolgot, hanem élőt, magot, meg szőlő ültetvényt. Haha, ez a lényeg, ez a fordulat. Az csak szimbólum, hanem magot, mert ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is születelsz, az nem ültettél. És itt mond Jézus, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Én a magvető vagyok. Az egész kereszténység lényege nem okvetlenül a fogalomalkotás, az is kell, hanem fogantatás. Szent Ferenc ezért érte meg azt, hogy ő is anya. Hogy aki befogadja Krisztus igényt, ő Isten, ott nem egy gondolatot fogadtam be, hanem egy életmagot, amit nem szabad elfojtani és elásni, hanem a maga természete szerint bontakozzék ki. Egyébként a világ mindenségben, az univerzumban sehol nem vetett és nem ültetett a Teremtő Isten olyan magot, olyan hajtást, amerről ő akarna aratni és természedni. Az egész univerzum az Istennek unalmas. Hát átlátja egy gép. Még a növények is, az állatok is. Hol van az, ahol egy termést remélhet? Az ember, akit felszabadított a világ törvényei alól, bár benne vagyunk, de az ő életéből adott nekünk részt. Ezt veszítette Ádám el, és ezt kaptuk vissza Krisztusban. Igen, az a növények természete, az ember termése. Egyedül az emberbe helyezett egy isteni magot, egy isteni hajtást, és ez az isteni természet, amely olyan termést hoz, amely a világ mindenségben nincs, amelyet Isten vár, hogy viszont szeressük őt, és szeressük egymást, azzal a szeretettel, hogy minket szeret. Az emberben megtörik a világ szükségszerűsége és unalmassága. Isten szemében izgalmas a világ, az ember miatt, te miattad. És micsoda mocskos képe van az Istenről ennek az egy talentumos szolgának. Egy kényúrnak tartja őt. És ez megbénítja. Nem tudja azt, hogy szereti. Hát adott értelmet az életének. De megérti. Ez a másik kettő az inkább még zsidó szereplő. Az csak olyan ott vannak. A harmadik az megértette, hogy nem pénzdarabokról van szó, hanem életről. És az életet te elástad, lebetonoztad. Ez nekünk szól. Igenis, Isten élete bennünk van. Istennel teszem, de én nélkülem ő se tenné meg, hogy megbocsátasz valakinek. Az egy olyan újdonság a világ mindenségben, hogy az angyalok oda repülnek és imádják Istent, hogy ekkorát alkotott. Ennél nagyobb nincs, hogy ingyenesen tudsz szeretni. Valaki, aki veled rosszat tett, imádkozol érte. Jót teszel érte. Ez az a termés, amelyet az a szőlővesző hajt, mert Krisztusban marad. Más a törvénye, nem ennek a világnak a törvénye szerint él. Testvérem, és ha ebbe élünk, az Istennel való ilyen életegységbe, akkor olyan mindegy, hogy hol vagy. Egyébként rögtön itt is megbuknak a számok meg az arányok. Olyan mindegy, hogy valaki portás altöttingben, vagy egészségügyi miniszter. Nincs. Ha ebbe tudja az egész életét beleintegrálni, beletenni, hogy Isten és ember szeretet, akkor a legkisebb emberi cselekedet végtelen értékű lesz, mert Isten értékeli. Ezért mondja Lisieux-i Szent Teréz, a szeretetből fölveszek egy leesett tűt, és odaadom a nővérnek. Lelkeket szabadíthatok meg. Olyan nehéz ezt átvenni. Ezt a hatalmas, majdnem ez a megtérés. Ezt a teljes értékváltást. Hogy nem a világ értéke szerint vagyok. És Istennel kapcsolatba teszem azt, amit rám bíztak, az ebédfőzést, a mosogatást, vagy a predikációra való készülést, testvérek, valahol mindegy. Ha nem az Istennel való kapcsolatban, az ő szeretetében, és egymás szeretetébe tesszük, akkor az értéktelen, ekkor viszont egy teljes termést hoz. Azt bízzuk majd Istenre. Így menjünk a jövő hét felé. Érdekes, hogy a szenteket jellemezte is, hogy úgy tudtak dolgozni, hogy az hihetetlen. Középkori kis szerzetes, aki faragta a szobrokat a Notre-Dame-ba, soha senki nem látta azokat, most, hogyha fölmegyünk. De ez olyan tökéletessé tette. Szóval nagyot alkotni csak úgy lehet, hogyha Istenben teszem. Előbb-utóbb a világ is azt tartja nagynak. Azok a nagy alkotások, a nagy birodalmak minden összedőlnek. Szinte kárunkra vannak. Testvérek, még egyszer. Hogy ki mennyi talentumot kapott, ez matematikailag figyelemre nem kell méltatni. Mert itt életről van szó. Mindenki kapott életet Istenbe, és ez teljes. Mindegyik. Ha nem ebben élek, ha én magamat, tehát ha nem Isten színe elől lépek ki a civil életembe, úgymond, akkor sérülök. És a kisebbségi komplexusos embere nem lehet segíteni. Ha ő lenne a római pápa, akkor is kisebbségi komplexus, mert nem az Atya Isten. Nem lehet. Ez az embernek a legnagyobb gyógyulása, hogy minden nap te ne onnét légy, tehát az Istennel való végtelen szeretet kapcsolatból indulj el oda, hogy hivatali munkát végzel. Vagy oda, hogy egy boltban dolgozol és eladó vagy. Vagy oda, hogy az egyházmegyét vezeti, mert püspök. Olyan mindegy. Olyan mindegy. Ez valami teljességet kaptunk az Úristentől. Nem pénzdarabról van szó, hanem életről. Mégpedig olyan életről, ami Istent is mintegy meglepi, amire kíváncsi. Hát a növények életére nem kíváncsi. Tehát az a termés, az a tiszta szeretet. Testvérek, egy házasságban lehetetlen az, hogy mindig teljes boldogságba ússzatok, az nem normális. Egyiknek mindig jobban kell szeretni a másikat, mint a másikadnak az egyiket. Akkor haladunk. És ez lélegzetelállító szenvedés is. Ekkor tudunk haladni. Ez a több, amit Istenből veszünk, nem magunkból. Ezért a szent áldozás, az igehirdetés vasárnap az az alaphelyzet, ahonnét, ha kilépünk, olyan mindegy, hogy mit teszünk, de annyira nem mindegy, hogy hogyan tesszük. Amen.